A Lécfalvi hulladék lerakó bővítéséről döntött Kovászna megye tanácsa, mivel a vegyes szemét lerakására szolgáló első cella telítettsége elérte a 71%-ot, és 3 éven belül várhatóan teljesen megtelik. A beruházásnak tehát 2026-ig el kell készülnie. Kovászna megyében évente körülbelül 60 ezer tonna hulladék keletkezik. Ennek 30%-át újrahasznosítják, komposztálják. 42 ezer tonna hulladék pedig lerakásra kerül a Lécfalvi hulladéklerakó erre alkalmas területén. Mivel a szemét mennyisége továbbra is nagy, a lerakó területét bővíteni kell. Kovászna megye tanácsa a múlt hét végén elfogadott határozatának megfelelően 297 millió 500 lejt fordít két, új, összesen 4,4 hektáros cella tervezési és beruházási munkálataira. Csaknem 1 millió köbméter vegyes hulladék befogadására lesz alkalmas a már meglévő és az ide építendő kettős cella összesen. Ez a számítások szerint körülbelül 21 év múlva fog betelni. Az első cellát 6 éve helyezték forgalomba, ennek telítettsége jelenleg 75%-os. Az Európai Uniós szabványok szerint készült ökológiai hulladéktároló kialakítása alapján nem lehet negatív hatásokkal a környezeti tényezőkre, nem szennyezheti a talajvizet vagy a levegőt. A megépítendő két cella is hasonló szabályok szerint készül, csurgalékvíz elvezető rendszerrel, az erjedési gázok szabályozásával, illetve a cella feltöltése utáni bezárás feltételei is teljesülnek majd. Kevés módosítást javasoltunk, ugyanis a kettős és a hármas cella az eredeti tervek szerint külön-külön kellett volna megnyitani, most egyben lesz, hiszen gazdaságosabb, és talán plusz még egy évet is nyerünk hely szempontjából. Az egyes cella telítettség az körülbelül 71-70, most már talán 72-73%-os, tehát minden a terv szerint halad. A beruházásnak 2026-ig kell elkészülnie, addigra telik meg a már meglévő hulladéktároló. Jelenleg a tervezés kezdetén tartanak, a 3 év elég lesz arra, hogy kialakítsák a másik két cellát, hogy továbbra is akadálytalan legyen Kovászna megyében a hulladékgazdálkodás.